Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Nincs, aki felújítsa a fürdőt, új közbeszerzési eljárást kell kiírni a kivitelező kiválasztására. Testületi ülés Bártaszéken nem hajtottak be a teherautók a nemrégen felújított útszakaszra. Megszületett a megállapodás, lakóház lesz a Bonyhádi Keri épületéből. Szakképzési konferencia, az oktatás különböző szereplői találkoztak. Egyelőre nincs, aki felújítsa a tavaly novemberben leégett Tamási termálfürdő tetőszerkezetét. Hiába írt ki közbeszerzést a munkára az önkormányzat, az eredménytelenül zárult. A létesítményt eddig egy magánvállalkozás működtette, ám a feladatot most átveszi a városi vagyonkezelő, és hamarosan új eljárást írnak ki a kivitelező kiválasztására. Több, a tavaly novemberben részben leégett termálfürdővel kapcsolatos döntés is született az október végi testületi ülésen. Az épület tetőszerkezete közel egy éve egy elektromos zárlat miatt gyulladt ki, aminek következtében használhatatlanná vált. Az önkormányzat közbeszerzési eljárást írt ki, ám az első körben eredménytelenül zárult. A kivitelezés és az üzemeltetés az koncessziós eljárásban került kiírásra, vagyis aki a fürdőt felújította volna, az üzemeltetné majd. A fürdő azóta egy kültéri medence, és hétvégén a szaunák működtetésével várja a pihenni vágyókat. A város vezetése viszont arra törekszik, hogy a létesítmény a jövőben is üzemelhessen. Ezért egy új, nyílt közbeszerzési eljárást írnak ki. De a korábban már előkészített komplex felújítás és bővítés is szerepel a jövőbeni tervek között, amint a háborús helyzet okozta gazdasági válság megszűnik. Ha ez a háborús időszak véget ér, és visszatér az élet legalább valamilyen szinten a normális kerékvágásba, akkor természetesen újra elő fogjuk venni az egész fürdő komplex felújítását és bővítését, de addig minimális cél a jelenlegi fürdő üzemeltetése, és ezzel együtt a tüzesettel károsodott rész helyreállítása. A Tamási termálfürdő kültéri medencéje az év végéig szerdától vasárnapig várja a pihenni vágyókat. Két gyalogost ütött el egyszerre egy autós tolnán. A gázolás során egy 61 éves faddi nő súlyosan, míg egy 45 éves, szintén faddi férfi könnyebben megsérült. Emellett még két másik baleset történt Tolna megye útjain az elmúlt 24 órában. Korlátozzák Bátaszéken a nemrégen felújított Kövesdi útra való behajtást. Erről is döntöttek a képviselők a legutóbbi testületi ülésen, de újabb takarékossági intézkedésekről is tárgyaltak. Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan ismét karácsonyi jótékonysági akcióra kerül majd sor Bátaszéken. Az önkormányzati testület döntése értelmében 2,7 millió forintot különítenek el a rászorulók karácsonyi adományainak fedezetére. Terveink szerint mintegy 180 rászorulónak. Itt is kérjük és hívjuk azokat, akiknek esetleg még van lehetősége, hogy ezt a programot támogassák. A megadott bankszámlaszámon lesz erre lehetőség, annak érdekében, hogy ha rászorulók száma nő, már pedig valószínűleg nőni fog, minél több érintettet tudjunk ebben az ellátásban részesíteni. Forgalmi rendváltozásról is határozott a testület. Az oka frissen elkészült Kövesdi bekötő út védelme. A képviselők szeretnék, ha nehéz gépekkel csak különleges esetben járnának be a város részbe. Akiknek 3,5 tonnát meghaladó jármű van a tulajdonába, és Köves településre bekívánnak hajtani, nekik behajtási engedélyt kell kérni, ellenkező esetben a KESZ szabály alapján a rendőrség eljárhat azokkal, akiket rajta kap gyakorlatilag a beközlekedés időpontjában. Energia megtakarítási célból döntött úgy a képviselők tanácsa, hogy igazgatási szünetet rendelnek el, mely a polgármesteri hivatalt érinti. A döntés értelmében december 22 és január 8 között csak ügyeleti rendszer működik majd a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatalban. A napokban egyre többen látogatnak el a sírkertekbe, ebben az időszakban megemelkedik a temetői tüzek száma, de a lakásokban meggyújtott mécsesek, gyertyák is veszélyt jelenthetnek, figyelmeztet a Tolna megyei katasztrófavédelem. Tavaly ilyenkor 10 temetőben keletkezett tűz, amelyekhez tűzoltóknak kellett vonulniuk. Minden esztendőben előfordul, hogy egy Mindenszentek vagy Halottak napja alkalmából meggyújtott gyertya miatt teljesen kiég egy-egy lakás.
Az óraátállítás időpontja minden évben más dátumra esik, de az mindig vasárnap van. Idén október 30-án kell hajnali 3-ról visszaállítani az órát 2 órára. Magyarországon az 1950-es években az energiaellátás nehézségeit igyekeztek mérsékelni a nyári időszámítással, de 1958-ban felfüggesztették az alkalmazását, majd 1980-ban vezették be újra. A kormányzati tájékoztatóportál múlt heti összesített adatai szerint 9023 új koronavírus fertőzöttet igazoltak idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 2.141.513 főre nőtt a beazonosított betegek száma. A múlt héten elhunyt 140 áldozat, így az elhunytak száma 47.938 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2.061.999 fő, az aktív fertőzöttek pedig 31.576-an vannak. 1371 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 25-en vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében eddig 46.725 beteget regisztráltak a járvány kitörésének kezdete óta. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Bonyhádi Perczelmor szakközépiskola a tavalyi esztendőben költözött új helyre. Azóta a korábbi városközponti ingatlan üresen áll. A település vezetése a további felhasználásra lehetőségeket dolgozott ki, végül az a döntés született, hogy pályázatot írnak ki a lakóháza átalakításról. A beruházás megvan, a szerződés is megkötetett, így hamarosan az építkezés is megkezdődhet. Ezek a felvételek az új Perczelmor középiskola átadója után készültek még tavaly ősszel. A Tolna megyei szakképzési centrum és Bonyhád város közös pályázatának eredményeként költözhetett a képzés a felújított modern épületbe. Ezzel együtt kiürült a városközpontban lévő ikonikus épület, melynek további felhasználásáról azonnal gondolkodás indult az önkormányzatban. Nagyon sok ötlet is volt a városban, én magam is nagyon sokat hallottam, például olyat is, hogy majd lebontjuk és akár egy mélygarást építünk a helyére. Az önkormányzat felmérette az épület értékét, melyről kiderült 352 millió forintot ér. Ezt követően határoztak a hasznosításáról, mondván ezt az értéket nem lehet elpazarolni. Évtizede már nem épültek nagy számban egyszerre lakások a városban. Ismerjük a jelenlegi lakáspiacot a városunkban, és azt látjuk, hogy akár az albéletek tekintetében is nagyon magas béleti díj mellett nagyon nagy a kereslet, és egyre szűkebb a kínálat, igen magas havidíjakon. Ezen is talán segíteni lehet azzal, hogy a piacra új lakásépítések kerülnek. Ennek tükrében született meg a döntés, a volt kedi épületéből lakásokat alakítanak ki. A város pályázatot hirdetett, melynek eredményeként megtalálta a beruházót is, akivel már megszülettek a szükséges szerződések. Az építetőnek 3 éve van arra, hogy befejezze a beruházást és lakóparki épületet hozzon létre Bonyhád belvárosában. A tánc, a mozgás és a mozdulatok állnak a középpontban, Kirchné Mátérék a Kaposváron megnyílt fotókiállításán. A bonyhádi alkotó a többi között néptáncot, kortárstáncot, balettet, sőt még lakodalmast is fényképezett az elmúlt esztendőkben. A két évtized munkájából a napokban a kaposvári Eötvös Loránd műszaki technikum kollégiumában nyílt tárlat. Én Bonyhádon élek, Tolna megyében, és ott több tánccsoport is van, ami nekem egy kánaán, hiszen rendezvényeken rengeteget tudott táncot fotózni, és egy nagy szerelem. És rászoktak ugye a tánccsoportok is, hogy én ott vagyok, és fotókat készítek, és nagyon örülnek, úgyhogy egy nagyon jó kapcsolódási pont ez köztünk, és úgy érzem, hogy ez nekem is egy komoly fejlődési lehetőség. Nem működnek majd a TAR Kft. Szolgáltatásai 2 órán keresztül több településen, Tolna megyében péntekre virradó éjszaka, mert a cég fejlesztést végez a területeken. A munkálatok Bogyiszlót, Faddomborit, Tolnát és Gerjent érintik. A cég munkatársai azt kérik, hogyha valakinek a jelzett időtartam lejártát követően sem érhető el a szolgáltatása, hívja telefonon az ügyfélszolgálatot. Elsősorban a pályaválasztás lehetőségeit vitatták meg azon a konferencián, amelyet a Nemzeti Pedagógus Karral együttműködve szervezett a Tolna megyei szakképzési centrum Szekszárdon. A rendezvényen az oktatás különböző szereplői, általános iskolák, tankerületek találkoztak.
Szekszárdon a Vármegyeházán tartott konferenciát a Tolna megyei szakképzési centrum a Nemzeti Pedagógus Kar megyei szervezetével együttműködve. Az esemény egyik fő mozgató rugója a pályaorientáció volt, mondta el Dömötör Csaba kancellár. Az együttműködés az tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan tudjuk közelíteni egymáshoz a különböző szereplőket a térségben, és itt a különböző szereplőkön teljes mértékben értem az oktatási szereplőket, az általános iskolákat, tankerületeket, a szakképzési területen dolgozókat, a szakképzői intézményeket, szakképzési centrumot. A Nemzeti Pedagógus Karnak minden állami fenntartású intézményben dolgozó oktató a tagja, egyfajta szakmai érdekvédelmi szervezet. A pedagógusok, illetve az oktatás minden napjaival foglalkozik, rengeteg tagozata van, területi szervezetei, és nagyrészt például mi továbbképzéseket, illetve információ áramlásokat végzünk, valamint az oktatáspolitikai döntéshozók felé közvetíti az elnökség azokat a jó dolgokat, meg hát a problémákat is, amik kezelhetőek. Ahonnan önök érkeztek, az emberi világ készül. Az önök iskolái nevelik azokat a gyerekeket, akik az ott megszerzett tudással alakítják majd tárgyi emberi világunkat. Az eseményen Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere is részt vett. Köszöntőjében elmondta, hogy nélkülözhetetlen a pedagógusok munkája, hiszen az a tudás, amelyet átadnak a fiataloknak, élhetővé teszi a mindennapokat, és az eredményekre építve utat nyit egy sikeres társadalomnak. Mi úgy gondoljuk, hogy minden ilyen előremutató kezdeményezés nagyon-nagyon jó dolog, és ha képzett szakemberek kerülnek a gazdaságba, annak bízzunk benne, hogy meg lesznek az előnyei, és színvonalas előrelépés fog történni. A rendezvény hátralevő részében egy kerekasztal beszélgetésre is sor került, majd a Tolna megyei Szakképzési Centrum duális képzőpartnerei mutatkoztak be a résztvevőknek. Regionális híreink következnek. Évekig tiltakoztak, végül nyertek, áthelyezik a zajos kutyafuttatót Pécsen. Milliókat szedtek el a 80 év fölötti idősektől, unokázós csalóka a pécsi bíróságon. Gyorslábú rókaüzők a meccseken és a zsericen is átfutottak a sportolók. Két éves küzdelem zárul le mostantól, ugyanis elbontották azt a pécsi kutyafuttatót, ami miatt többször is tiltakoztak a közelben lakók. A létesítmény túlságosan közel volt a lakásokhoz, ez nem tetszett a Móri Zsigmond téren lakóknak. Most a nyomás hatására áthelyezik a létesítményt olyan helyre, ahol nincsenek lakások a közelben. Itt még áll a házak közelében a kutyafuttató a pécsi Móricz Zsigmond téren. A lakók tiltakoztak a létesítmény közelsége miatt, még petíciót is indítottak az áthelyezésére. Ez most megvalósulhat. Szerdán már csak a nyomai látszottak a kutyafuttatónak, elbontották a kerítést. Én is többször felszólaltam a testületi üléseken, a jegyzőhöz januárban a lakókkal közös kérvénybe kértük azt, hogy oda, ahova most fog kerülni egyébként a Dómusz nyugati oldalára kerüljön oda ez a létesítmény. És hát a végén egy bírósági keresetet is beadtak birtokháborítás miatt az itt élők, és ennek hatására tulajdonképpen Péterfiék visszavonulót fújtak. Most az a tragikomédia ebben a történetben, hogy tulajdonképpen már a legelején, hogyha a polgármester úrnak és az úgynevezett szakembereinek egy kis rálátása is lenne egy ilyen létesítmény működésére, akkor pontosan oda tették volna, ahova most fog kerülni. Ott nincsenek lakóházak, nem fog zavarni senkit. Két éves húzavona záródik le az áthelyezéssel, mondja a képviselő. Barkóczi Csaba szerint az a tanúság a történteknek, hogy összefogással a lakók akarata érvényesülhet még ilyen ügyben is a várossal szemben. Unokázós csalásért kell felelniük azoknak a vádlottaknak, akik Pécsen károsítottak meg két idősnőt még 2020 nyarán. Több millió forintot sikerült telefonon keresztül kicsalni tőlük, a pénzért futárok érkeztek. Csalással vádolják azokat a személyeket, akiket szerdán hallgatott meg a pécsi járásbíróság. A Székesfehérvár környékén élő négy férfi és egy nő Pécsen csalt ki az úgynevezett unokázós módszerrel több milliót két idős nőtől, állítja az ügyesség. Az egyik sértett esetében 1,5 millió forintról volt szó, illetve forintról és dollárról, a másik sértett esetében pedig 3 millió forintnak megfelelő összegű készpénzről és ékszerről.
Van még két vádlott az ügyben, akiket pedig pénzmosás büntettével vádol az ügyészség. Az ő szerepük abban állt, hogy az első sértettől átvett pénz nagy részét továbbították egy pénzküldő szolgáltatáson keresztül Angliába, az Egyesült Királyságba. A most megjelent három vádlott a pénzért, értékekért utaztak Pécsre. Ők jutalékot kaptak ezért. A nyomozás során az derült ki, hogy külföldön élő elkövetők, akik személyazonossága ismeretlen maradt, előzetesen megtévesztették telefonon a 80 és 89 éves károsultakat, akik rokonaikat féltve adták át a pénzt, illetve az ékszert. Telefonon azt mondták, hogy balesetet okozott a hozzátartozójuk, pénzt kértek a költségekre, illetve azért, hogy ne tegyenek feljelentést. A futárokat is telefonon irányították hozzájuk a külföldi elkövetők, akik így tettükért a bíróságon felelnek. Csalás büntettének minősül, ami a sértett személyére, ugye időskorú sértettekről van szó, tekintettel 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A pénzmosás büntettének a büntetési tétele pedig 5 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyben előkészítő ülést tartottak szerdán. A bíróság novemberben, illetve januárban a további vádlottak tanúk meghallgatásával folytatja a munkát. Pécsen elsőként létesült Konfúciusz tanterem. A Pánki Donát utcai általános iskolában alakították ki a helységet, modern informatikai eszközökkel és tankönyvekkel felszerelve. Az ünnepélyes átadón elhangzott, hogy így minőségi oktatás keretében tanulhatják meg a diákok a kínai nyelvet és ismerkedhetnek meg az ottani kultúrával. A számokat tanulták meg ilyen játékos formában ezek a pécsi gyerekek, méghozzá kínaiul. A fiatalok a Bánki Donát utcai általános iskola diákjai. Számukra most új lehetőséget biztosít az intézmény, ugyanis felavatták a Konfúciusz tantermet. Tabletekkel, interaktív táblával, tankönyvekkel van felszerelve a terem, és ami nagyon fontos az az, hogy nem csak a kínai nyelvet, hanem a kínai kultúrát is tudjuk ezáltal tanítani a gyerekeknek. Pécsen elsőként alakítottak ki egy ilyen tematikus termet. A tankerületi központ igazgatója szerint ez jó példa lehet más iskolák számára is. Elsősorban az a fontos, hogy a gyerekeket a kultúrára tanítsuk meg, nem csak a magyar kultúrára, hanem európai kultúrára, és így akár a kínai kultúrára is, amely több ezer éves gyökerekkel rendelkezik. A Konfúciusz Intézet hosszú távú célja, hogy szélesítse azt a portfóliót, amit részben a szülők, részben a tanulók tudnak választani annak érdekében, hogy a későbbiekben olyan szakmára találjanak, amely versenyképes. Azt gondolom, hogy nem kell különösebben ismertetni azt, hogy Kína mi befolyással bír a napi világra, a napi életünkre, és ha valaki egy nyelvet, egy akár kínai nyelvet is birtokol, akkor egészen biztosan sokkal jobbak lesznek a szanszói, akár a továbbtanulásban, akár majd a jövőbeni szakmájában. Az intézet kínai igazgatója úgy fogalmazott, ezzel az új tanteremmel egy komoly mérföldkőhöz érkezett az intézmény. Az intézet 2015-ös alakulása óta ez az egyik legnagyobb elért siker. A gyerekek nem csak elméleti, hanem gyakorlati feladatokon keresztül is megismerkedhetnek a kínai kultúrával. Ez szerintem szükséges a minőségi oktatás fejlesztéséhez. A Konfúciusz Intézetbe egyébként évente új tanárgárda érkezik. Idén olyan oktatókkal dolgozhatnak a gyerekek, akik mind a nyelvi, mind a kulturális ismereteket is első kézből adják át. A 28. alkalommal rendezték meg a Rókaüzők elnevezésű váltófutóversenyt a Pécs és Kaposvár közötti 84 kilométeres távon. A meccseket és a zselicet is átszelő futamon idén 40 csapat állt rajthoz. A korábbi alkalmakhoz hasonlóan idén is reggel 9 órakor rajtolt el Pécsről a Rókaüzők mezőnye. A tavalyi létszámnak most csaknem a duplája vágott neki a Kaposvárra vezető útvonalnak, ráadásul az országos egyetemi bajnokságban érdekelt versenyzők száma is megemelkedett. Eddig még soha nem látott létszám, 14 csapat küzdött meg itt egymással, külön a hallgatók és az oktatók. Nagyon színvonalas volt a verseny, nagyon jó futók jöttek el, több sportág magyar válogatottja is tiszteletét tette a versenyen. Minden kategóriában volt nevező csapat, úgyhogy minden kategóriában tudunk eredményt hirdetni, a középiskolától kezdve a nyílt kategóriáig.
A versenyzők szinte végig szép időben futották le a távot, csupán az utolsó kaposvári szakasz futói kaptak a délután megérkező csapadékból. Igazából izgultunk az eső miatt, hála az égnek meg is jött, amit nyilván pejoratikus értelemben mondom. Szerintem mindenki jól érezte magát, kicsit átalakult a csapatunk, tavaly sikerült ebben a kategóriában aranyérmet szereznünk, idén ez nem biztos, de hát ilyen ez. 12 főt össze kell szervezni egy kategórián belül, az azért nagy kihívás, tehát mindig az az elméletünk, hogy fussuk le. Aztán meglátjuk, hogy sikerül. A rókaüzők váltófutó versenyen idén 8 kategóriában osztottak ki díjakat. Az egyik legnehezebbnek számító, 4 fős váltók mezőnyében a Vacsú Szirunáj Egyesület végzett az élen. Erre a dobogóra még a Corvinus Egyetem Ravasz Rókák csapatának, valamint a Futa Pécs Ese váltói fértek fel. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Nincs, aki felújítsa a fürdőt, új közbeszerzési eljárást kell kiírni a kivitelező kiválasztására. Testületi ülés Bártaszéken nem hajtottak be a teherautók a nemrégen felújított útszakaszra. Megszületett a megállapodás, lakóház lesz a Bonyhádi Keri épületéből. Szakképzési konferencia, az oktatás különböző szereplői találkoztak. Pénteken jelentősebb légkörű eseményektől, frontoktól mentes, az évszakos átlagnál enyhébb időre számíthatunk, változó tartósságú köd felhőzettel. A tartósan ködös borongós helyeken a hőmérséklet is alacsonyabban alakul majd, a naposabb tájakon viszont 20 fok közelében várható. Csapadék nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!